A megilletődött gyerekek kinyitották, forgatták és a hátukra vették az iskolatáskákat. Valamennyien már nagyon várják, hogy az iskolapadba ülhessenek, és az ajándék is tetszett mindenkinek. Várom, mert az ovit azt most fejeztük, és várom, hogy elinduljak az iskolába, hogy sokat tanuljak, meg megtanuljak sok dolgot. Nagyon örülök, hasonlít a barátoméra, meg az Ádáné is. Én a Szonya Malinkovics iskolába fogok járni, és azt hiszem, hogy betűt is fogunk tanulni, számokat, meg élünk, olvasunk. Újvidéken 2008 óta több programmal és támogatással sikerült megerősíteni a magyar oktatást. 10 év alatt 12-vel gyarapodott a magyar osztályba induló gyerekek száma. Az elsősök támogatása ősszel folytatódik. A tanév elején, tehát a következő tanév elején a Magyar Nemzeti Tanács fogja ugye biztosítani a taneszköz csomagot is, ami azt hiszem, hogy a Rákóczi Szövetségnek az iskolatáskájával együtt egy olyan biztonságot adhat a családnak, hiszen nem kis összeg az, ami szükséges ahhoz, hogy egy gyermek általános iskolába induljon. Vajdaságban a Rákóczi Szövetség és az MNT jóvoltából 1450 iskolatáskát osztottak ki a leendő magyar ajkú elsősök között. Magyar meséken felnőtt gyermek számára a legbiztonságosabb döntés a magyar nyelvű oktatás, hiszen itt bontakozhat ki az értelme, fejlődhet a fantáziája, ugye mert nem azzal van elfoglalva, hogy más nyelvet tanuljon. Szárnyalhat a helyet, hogy bizonytalanul botorkálna a többiek után, hiszen egy mindennél erősebb védőréteg tartja, ez pedig az anyanyelv biztonsága. A gyerekek az iskolaév elején egyszeri 10 000 forintos ösztöndíjban is részesülnek majd.